Sziasztok, üdv! Üdv mindenkinek! Halihó, üdv mindenkinek, sziasztok! Na bent vagyok. Hello. Ja, hogy így. Na, menjünk addig egyet. Amíg nem tér ide. Csupakabra LMG. Itt vagy? Na most Itt vagyok. jó. Oké, az előbb nem volt jó hang. Ha néha így megszűnik nekem aztán létezni az a Discord. Jó, nekem is néha. Mindegy. Vagy előbb. Nem tudom, van egy szerintem. Na, PC és a társunk. Ez igen. Ez első hely lesz akkor. Kontrolleres lenne, akkor mondhatnál ezt. Jaj. Akkor biztos. Ja. Akkor lehozza nekünk az egészet. Akkor azt hiszem csak két winem volt összvisz a játékban. Mondjuk nem játszottam olyan nagyon sokat azért. Csak jó körök. 155-ös szintű, úgyhogy lehet, hogy nem ma kezdte. Hát, ja, valószínű. Micsoda hangeffektek. Azaz. Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Na hova? Mark a drop point for your team. You'll lead them in. De szép. Okay. Oda le. Jó lesz. Harcolunk. Hú, ez pont ez a szar épület. Oh. Imádom. Hú, én nagyon gyűlölöm ezt a helyet. Sokszor megjártuk már itt. Hú, enyhe lag.
Enyhe laggok. Itt nálam vannak. Igen? Vagy te nyitottál alul? Én nyitottam alul. Sárccal itt vagyok. Jó, ti nyitogat? Itt van mellettünk a bounty. Jaja. Szerintem lehet, hogy jönnek föl rám. Vagy nem tudom. Mi futkosunk itt lenne majd? Ki jött az ajtón? Itt van valahol a... Ez megvan. Tört ott van lent. Töltök. Ott törtem a csávót. Itt, itt is van egy. Persze, többen vannak. Befutottál? Befutottam ide, mert hátba lettek. Jó, megvan. Ott van a falnál. Neked háttal van. Engem lő. Fölmegyek, várja az emeletre. Tudjuk az emeleten. Ott van lent a kerítésnél. Engem lőtt folyamatosan. Hát nem merek kimenni, mert agyon lő. Pont alatt. Ott futott. Láttad? Társa. Társa meg itt volt fönn. Egyet kapott a társa is. Jó vagy. Nincs lőszerem az izéba. A kurva anyádat, úristen, szánalmas. Gránátvetővel ott áll kint középen. Na ez a szánalom.com, az meg komolyan. Tudjuk, hogy a ház mögött a fel akartuk szedni. Ez igen? Kösz. Na, kalappal. Szép volt. Nem én voltam. A társunk volt. Nem látom hol. Ez igen. Hát ez mi volt? De úristen, mi ez a fegyver, bazd meg? Persze, ez milyen SMG volt már? Nem az, az SMG a lényeg, no recoil, hallod? Jaj, de láttad az én lövésemet? Mi volt az a fegyver, az a revolver, bazd meg? Volt rajta valami red dot, de olyan OKD-k szar volt, hogy nem tudtam eltalálni az embert, bazd meg. Ott voltam egy emelettel fölötte. Istenem. Szánalmas ez a fegyver is. Ja. Undorító. Na nézem. Merre megy? Középen, itt vár a kezdőn. Balra, neked jobbra. Ott. Szép. Ez az. Hát mindegy, akkor gyűjtögessé gyorsan, mert most éljövök és... Hát érdekes lesz. Aha, instant eltalál fél HP-ra, nagyon jó. Aha, persze. Ezt visszanézem. Jó, hagyjuk, mellém lő, azt eltalál. Hagyjuk már. Annyira jó lenne, ezt kivennék belőle, bazd meg ezt a szánalmas szarságot, az aim assistos gyökereknek, bazd meg. Konzolon akar játszani, húzzon, aztán menjen játszani konzolon, bazd meg. Ja. Miért nem lehet kikapcsolni ezt kurva cross platformot? Főleg akit kurvára nem érdekel a szar, izé, aim assistos gyökerek. Hali, üdv. Ciao. Üdv mindenkinek.
Itt még volt valami. Jó. Nem, csak elég szánalmas. Akkor nekünk miért nincs aim assist? Ha nekik van, nem? Hát így lenne a fair, amúgy. Ez kurvára geciség, bazd meg. Ölő egyet, csak úgy vaktába, azt rajtad van a célkereszt. Instant. Ja. Akkor legyen már nekünk is valami segítség. Meg no recoil, meg ilyenek vannak nekik. Ja. Még itt szopunk, bazd meg, nem tudsz megtartani a szaros fegyvert. Olyan izé betörnie van, hogy fossá, lövöd az izét a körülött az épületet, meg mindent. Itt is volt még egy láda. Ja, majd előbb ezé. Jaj, óvatosan. Szám, bújjál, köszi. Várjál, melyik oldalról jöttél te? Hol a temető? Nem. Visszafutok. Temető fele kéne mennem nekem is. Jaj, mert ott volt még valami láda is. Meg ott van egy zászlós küldi. Na de jó. Ez itt szénnél van lootolva ez az épület. Azt hittem megint bebagolt a hang, ilyen visszhangosan hallok egy kicsit. Uh-huh. Itt a loadout mellett. Aha. Hát, hogy lehívták. Hát nagyon középre esett, úgyhogy nem olyan biztos. Innen nem messze haltunk amúgy. Gyere, van itt fegyver, a kell. Kiszedtem a loadout. Törd már be a kurva üveget, bal. Nem törte be az üveget ütéssel. Van egy új. Na, én kiszedtem a loadoutot. Kiszedted? Aha. Gondolod, szaladj rá. Aha, itt van egy zászlós küldi mellettünk. Nyomok egy UAV-t, azt megnézem. Az hát, hogyha nem ghostosok, akkor zászlót fölvehetjük talán. Jött egy enemy UAV. Bár mondjuk már szűkül, már nem lenne meg az a baj. Ja, ott van a zászló, már csinálod. Itt vagyok, túloldalt. Ja, ők annyira ne legyünk külön. Jaj, ja. Lehet föl kéne ide menni. Megcsináljuk a zászlóst. Ja, csináljuk, jaj. Itt átmegyek. Hárja? Ezért nem lát hördbit semmit. Ha csak nem ghostosok. Jön egy izé. Kocsi. Nem lát semmit a Heartbeat. Nem áll, de... A... Dirt 3. Elvileg benne kéne, hogy legyen egy nyereményleírásba.
Hali-hali üdv. Én nem értem, bazd meg. Telibe lövöm a gyereket, töröm a pajzsát, én úgy halok meg, hogy nem töri le a pajzsomat. Az hogy? Mi van? Van valamilyen beállítás, hogy gyökér legyek? Vagy mi a faszom? De hallod, én ráadottam a rakétát, okay, okay. És nem robbant a kocsijuk, még semmi. Itt szembe. Én nem értem, bazd meg. Ez én. Szembe jött, ekte rakétát lőttem a kocsira, és így átment rajta. Hát mondom, fullon telibe lőttem a gyereket, letörtem a pajzsát. Ő úgy ölt meg engem, hogy nekem nem tört a pajzsom. Úgyhogy fullon voltam pajzsolva. Tehát egyszerűen nem értem ezt, hogy hogy lehet, hogy neki háromszor olyan erős a fegyvere, mi nekem. Oké, hogy fejlődnek a fegyverek, de ne ennyit, baszki. Már 34-es vagy 35-ös a fegyver. 60 a max. Ne legyen már ekkora differencia szintek között. Mi? Egy golyóm nagyobb a cseb, ez azt széttöröm a pajzsát egy golyóval, vagy mi a szar? Most meg kell néznem az opciókat, bazen, egyszerűen nem értem. Visszálltok minden gyárira. Mindent visszaállítok gyárira, mert bazd meg, egyszerűen nem megy semmi. Jó van. Crossplay-t kár, hogy nem lehet kikapcsolni, bassza meg az anyját. Én még nem tudom, hogy ez bug volt-e vagy mi, de teljesen szembe volt a kocsi, és oda lőttem a rakétát, és így semmi nem volt. Így elment. Tudom, hogy most... Kiléptél a csoportból? Várjál. Mm-mm. Ja, nem. Jó. Elindítottam. Ja, jó, oké. Okay. Csak mindig ilyenkor szétvesz. Addig jövök pillanat, amíg tölt. Halihó, ügy mindenkinek, sziasztok. Nyomatni kell, most nincs mese. Fegyver azt egyből akció. Nem lootolgatok, meg bujkálok egy kurva sarokba. Úgyis mindig meghalok, ha találkozok ellenféllel. Mert hiába kezdem el elsőre lőni, simán szétdarálnak, tehát nem tudom, mi van itt. Mindegy. Ez van. Tehát kétszer annyit belelövök a gyerekbe, és mindig meghalok. Mármint mi nem jó? Majd nem jó. És nézd meg, beflesselem, bazd meg, és lelők pisztollyal. Jó, hagyjuk már. Nézd meg, nem lát semmit, és agyon lő. Be volt flesselve. Nem, fehér volt a képernyő, és úgy lőtt le. Na jó, hagyjuk. Kezdődik az aim assist. Amúgy miért nem tudsz jegyet venni? Amúgy lehet, hogy laggoltam, azért nem működött a rakétavetővel, nem tudom. Én nem tudom, de most hallod, leflesseltem a gyereket, full fehér volt a képernyője visszajátszásban is, és úgy lőtt le pisztolja. Hagyjuk már. Az mi, ha nem aim assist? Hát persze. Nevetséges. Te nem látsz semmit, azt se tudod, hova lőjél, de ő lelő pisztolja, bazd meg. Úgy, hogy fehér a képernyője, mert nem lát semmit. Istenem. Miért nem tudsz jegyet venni? Miért nem tud? Na, hova menjünk? Jelöljek én? Ha jelölj. Jó. Akkor ide. Azt majd felmegyünk. Szia János, halihali üdv. Próbáld meg újra frissíteni hátha.
Hát valaki törte az ablak. Én voltam. Há, jó. Jaj, ez jaj, mi jaj. Volt ez? Ez mi volt? Hát a haverunk nem sikerült, hogy jaj, ide jöjjön. Szegény. Nem volt olyan messze, nem? Ja. Hát ez az. Vagy nem tudom, mennyire volt, de... Hú, a Dragon of the Sun. Ugorjál már be! Hát, megvan a pénzünk, visszavegyük. Hát jó, ja, vegyük vissza. Van itt ilyen. Gyere itt az izé buy point. Vedd föl, 8-at tudsz magaddal vinni 5 helyet. De nekem már van. Gyere hozzá pénz. Hát mindjárt fölveszem. Csak hívjuk vissza a csávót. Még mielőtt kilép. Van egy töret. Töret? Mit egy töret? Turet. Turet szindróm. Oh, ebbe volt az izé, az a szar. Hát is áll. Nem. Hát is áll, hát is... Opa. Itt volt egy... Ja, abba, igen, igen, igen. Ott volt. Szívasz. Fönn az emeleten. Direkt csinálod. A társunkat láttam, a... Fjurkárt. Milyen szép név. Sniper rifle here. Nem erre tovább. Hát menjünk éjszaknak. Mit szólsz? Azt mondod? Ja. Ezeket kilutoljuk itt? Ja, ja, ja. Még benéztetünk. Még elvileg van valami láda. Hopp, ott valahol lőnek. Itt van. Hol? Kapta, bement a házba. Bazd meg, mi volt ez a fegyver, te? Úgy körbe lőttem, mint a szar. Miért nincs aim assistom? Megint meghalt a csáv. Laggolok. Elfutott arra. Ott van. Hol? Itt vannak valahol. Ja, tovább mentek. Nem látok rájuk. De most érdekes, mert láttam a lövéseket, de nem hallottam. Így, de hülye vagyok, baszki. Hol van? Tényleg nem vagyok tudom, hogy felvettem az időt. Felvettem egy másik fegyvert, ezt azzal lőtte. Te... És utána mi a faszom ez, te? Hali hali üdv mindenkinek, sziasztok. Istenem, mi a szar? No recoil neki, nekem meg bazd meg, nem tudom eltalálni az embert, akkora izé petörnye van a kurva fegyvernek, hogy fossa a golyót. Láttad ezt? Nálam. Nem, mert gulágban vagyok. Úgy körbe lőttem a gyereket, bazd meg, mint a szar. Ő meg úgy rám tartotta a fegyvert, hogy meg sem mozdult. Mi ez?
Ez visszamegy. Hú, ez valami 10 éves lehetett, olyan hangja volt. És hol a faszomba vagyunk? Ah, Istenem. Én nem értem ezt, bazd meg. Ölő no recoil. Én lövök, bazd meg, nem tudom eltalálni a gyereket háromszor egy tárból, mert akkorára össze-vissza hord, mint a szar. Csak bennék azzal a szaros ejtőernyővel, bazd meg. Meg fel akartam venni egy másik OR-t, mert volt nálam egy izé, egy sniper. Itt szerintem itt vannak mellettem, ha jól hallottam. Aha. Valami van. Egy autó van ott, igen. Az messzebb van, de hallom a lépéseket. Ott. És nézd meg, szarrá lő a gyerek, bazd meg, én meg nem találom el. Egy tárból háromszor vagy négyszer. Még a pajzsát se törtem le, és nézd meg milyen no recoil-ja van. Ez mi? Ez mi ez a játék, te jó Isten? Egyre szarabb lesz, bazd meg, komolyan mondom. Na, sikerült? Gábor. Egyre undorítóbb ez a játék, komolyan mondom. Másnak no recoil, bazd meg, nekem meg úgy hord, mint a fos. Mintha húgyoznék, bazd meg, úgyhogy nem fognám meg a faszomat. Kb. Úgy megy a pattern, bazd meg, komolyan mondom. Vagy ha még meg is pörgetném. Nem, de tényleg vicc, bazd meg. Tényleg, aim assist, nulla recoil. Te meg egérre nem tudod megtartani ezt a gúró fegyvert, mert össze-vissza hord. Ja, mondom. Egy tárból... Két vagy három embert is lőttem, egy tárból körülbelül négy golyót talált maximum, és még a pajzsát se törtem le. Ő meg rám tart, azt érted, közvetlen a gyomromba lő minden egyes lövést. Minden egyes lövésre talál. Hogy? Még ha jobb lenne a csávó, azt mondom jó. De nem jobb. Egy undorító szar, aim assistos. Kontrolleres gyökér. Komolyan mondom, a játékos bázisnak az 50%-át ez véget fogják elveszíteni az Activision. Ha nem fog hamarosan tenni valamit ez ellen. Ez a cross-platform, ez valami undorító hányadék. És mindenki panaszkodik, bazd meg, és leszarja az Activision, érted? Ja. Kívülről láttam a karakteremet. Kiszálltál a testedből? Ja, kívülről láttam, komolyan. Olyan recoil van benne, baszki. És ez bosszant fel, tehát egérrel játszanának ellenem, azt mondom, jó, ügyesebb a gyerek, az oké. Vagy nagyobb szinten van, jobban tud játszani, többet játszik, mert no life. Baszki, amikor tényleg ilyen látod, hogy kontroller, mert úgy mozog, hogy ilyen félve, vagy én nem tudom, hogy mozgatja az analóg sticket, és ilyen öl meg az aim assistjával, hát ez ki tud akasztani nagyon. Ja. Na hova menjünk? Jelölje. Oda. Oké. Okay. Jól. Hali-hali Patrik, üdv, sziasztok! Meg is sík. Köszi. Nagy koronák.
Valaki rád repül, vigyázz! A rohadt homokos. Jajjó. Aha, ők is jönnek erre. Ti jöttök fölül? Aha. Fölöttem? Igen. Akkor jó. Most tudni kéne, ja, ott vannak-e? Itt vannak mellettünk valami. Uh-huh. Bounty sok. Két házzal arrébb. Semmi fegyverem nem. Gyere, itt van. Itt van mellettem a bounty. Itt van valahol kint, nem? Vagy alattam van? Aha. Aha, benne izé, a garázsba, ott kempel a kis geci. Igen, a kurva anyád. És bazd meg, törtem a pajzsát. LMG-vel lőttem fejbe, bazd meg. De hogy, ez mi? És hogy haltam meg? Ketten vannak ott. Látom. De... Hát, öcsém. Ez a játék, ez szerintem ez nekem ennyi volt. Szerintem így örökre, kb. Hát, egészségedre, akkor hajrá. Nyomassad. Ez jó féle. Úgy ment, mintha el lenne törve. Fuck you. Meghaltak. Aha. Jövök vissza. Bassza meg. Törtem a pajzsát és meghalok. De hogy haltam meg olyan gyorsan? Tehát értem én, hogy lelőnek, meg ilyenek, de... Hogy haltam meg utána instant? Tehát szinte instant egyből haltam is. De hogy hogy? Ez ki volt? Ja, hogy mentek a izé bounty-ra, nekem nincs pajzsom. Hallottok? Vagy hallasz? Teamvaj. Hadd csak ide a pajzsomat, a szemét. Már megint a nemi. Pajzsolok. Ja, nincs, nem pajzsolok. Nincs valakiné pajzs. Na, megint elment a hang. Vegyünk közét, load dropot. Hát neki van 10 000-re. De nekem pajzsot kell vennem, mert nincs pajzsom.
királyság. Na, merre tovább? Vettél új évit? Ezért vettem lőszert vettem. Rakétám is van azért. Ja, jó évit vettem. Arra menjünk? Aha. Na, 3 killen van. Mi a faszom? Fasz. Na, Milán, akkor nyomjad csak. Nem rossz ez a játék, csak ne lennének a konzorosok benne. A sok aim assistos. És még balról is jöhetnek. Balra, jobbra, előről, hátulról. Hát szemben már elvileg a pályának a széle van. De balról még kerülhetnek. A családi házaktól, ja. Amik ott fönt voltak, tudod. És ja. Lakópark. Ah, itt nincs semmi. Úgy itt is van egy buy point. Loadout drop. Hol? Ott esik. Vissza kéne érte menni. Bassza meg. Kéne a Ghost. Miért nincsen neked? Hát két loadoutból kell kivenni a Ghost. Egyből nem tudod? Igen. Jaja. Na hogy vagy? Valamelyik nap tanítottak meg engem. Itt van három láda, bazd. Miért ez a perk akkor nem él? Vagy hogy van ez? Él a perk, csak nem úgy kell fölvenni, ahogy gondol. És úgy jön egy autó. Ajajajaj. Az anyádat. Hátulról. Hátulról. Igen, láttam. Team wipe. Okay. Majd ezután elmagyarázom. De menjünk vissza ide, itt legalább van fedez. Na, 5 kill, mi a faszom van itt? Au! Sniper. Csak nem tudom, hogy honnan. Mindjárt kapják, ott van. Törtem a csávót. Gyenge a izé, az a baj. Az a HDR. Törtem a csávót, csak az a baj, gyenge a HDR, mert hármat kellett belelőnöm, hogy valami legyen, úgyhogy majd át kell váltanom az alsó sniperre. Nem látom. Visszápúzódott. Az a baj, nincsen jó évünk már. Legalábbis nekem.
A takarásba tudjon jönni. Ránk kerülni, vagy ilyenek. Hát szerintem elbújt mondjuk, amikor megtörtem. De az volt a harmad... Ja nem, mert Team Wipe volt az előbb. Akkor az egy másik csapat már. Mi a fene van itt a játéka? Elromlott, vagy mi? Majd meg 5 killen van, mi a szar? Jó, tehát az alaphelyzet, figyelj, hát... Ja, lehet. Ennyi kellett. Úgyhogy itt nagyon ki vagyunk szolgáltatva. Ja, kicsit följebb. Nem megyünk följebb? Vagy úgy? Várjál, mert ott te nem mit jelölt a csávó. Ezt én jelöltem. Hát te jelölted? Aha. Nézem, de nem látom. Nem látok mozgást. Termászkóppal. Ah, ott lőnek is. Amikor a pálya teteje az jó, vagy széle, akkor csak egy oldalról le vagyunk fedezve. Egy oldalról jöhetnek, igen. Hát nem, két oldalról, csak egy oldalról le vagyunk fedezve. Na, így ne lehet snipe-olni. Csak az a baj, nekünk is útban vannak a fák, nem csak nekik. Ha mondjuk ránk futnának, itt is egy buy point. Valahogy itt lehet harcolni. Fal mögött? Csak hallottam. Itt közel? Na, nincsen annyira. Ja, hát itt lőttek. Oh, igen, ott voltak valahol, ja. 200, 300 méterek kb. Aha, ott volt egy ember. Ott futkározik. Ott. Pont be tudtam jelölni most. Ott futkározik. Elég messze van. 500 méterre volt, majdnem 600. De egyedül volt, legalábbis egyet láttam ott futni, úgyhogy... Aha, ott megy a másik, csak cold-blooded. Ketten vannak akkor. És az egyik cold blooded, mert csak a mozgást láttam termászkóppal. Hát szűküléssel nem állunk jól. Innen el fog szűkülni. Ja, hogy te már... Na, ti már ott vagy? Ja. Ha miért nem beszélsz, de hogy ti mentek? Vagy? Hát passz, meg itt állok, hát nézem őket. Hát a kör szélén vagyok, hát nem megyek be a közepért. Én be nem megyek a közepért. Köszi, köszi Gábor. Köszi. Köszönöm szépen Gábor. Kösz, kösz. Ilyenkor szóljál, légy szó, hogy ti elindultok te. Hát én itt nézelődök izé sniperrel, távcsőben nem a térképet nézem. De egyébként én nem megyek tovább, én a kör szélén maradok, azt itt fogom várni az érkezőket. Jó, meg innen. El közepére nem megyek be, mert ott mindenki rátok fog menni. Azért lehasalunk. Én innen fedezek. Kör közepére mindenki rátok fog menni, minden irányból. Itt annyi esély van még, hogy itt a kör szélén haladva, hogy mögöttem már nem lesz senki. Ha igen, akkor meg a izébe fog jönni a gázba. Hajaj, hajaj. Ó, milyen robotlába van. Tök jó. Hát nagyon menek. Eddig 8 volt egy körön belül a legtöbb izé killem. Na,
Olyan meg lesz a rekord? Eddig 8 volt a max. Egy körön belül. Hú, nagyon megy a csihipuhi. Itt még nem kell sokat mennem. Na de jó. Szerintem gyertek erre visszafele. Én azt javaslom. Mert itt a kör szélét én nézem, és itt elvileg nem jön most senki gázzal együtt. Meg itt nem kell sokat menni, mert lassan szűkül ezen a részen. Halihó, üdv mindenkinek, sziasztok! Mert itt még plusz védenek a fák is. Ah, jó fele vagytok, maradjatok, megyek arra. Majdnem meghalom. Kimentem a területről. Hú, itt vannak házak is lent. Még bokrok. A ház az jobban idegesít, mert ott el tudnak bújni. Bokorban annyira nem tűnik el az ember. Aha, de nem látom. Honnan? Őket. Nagyjából tudsz egyet jelölni? Nagyjából. Ha nem látok ott senkit. Akkor jó. Maradjatok egyelőre, jók vagytok. Na bazd meg. Nekem futnom kell, mert jön a kör. Ott futnak lent. Nem jelölte ki, bazd meg. Ezt nem értem néha, miért nem jelöl. Még jobbra az úton, messze. Ott futottak be ketten. Ú, pont egy kurva dombol, de... Legább fedezék voltam, van. Hogy... Igen, van. A beljebb jössz. Hú. Itt a izé a bunker. Na, csak az a baj, hogy de tudják, mert tudják, hogy hol voltunk utoljára. Na bazd meg. Jó, és ki kell mennünk innen. Az úgy szopás lesz. Hát itt a bunker. Lehet tovább kéne kerülnünk. Kerüljünk? Hát nem tudom, mert nagyon nyílt itt a domboldal is. Ja. Hát, hogy most mindenki a dropra figyel. Ha már lőttek. Miért nem lehet csúszni? Egy megvan. Ajajajaj, itt van. Okay. Nem adott killt. 5 killem van, pedig élődtem le, és team wipe volt. Oké,
érte. Hogy itt van a sniper, meg minden. Gyertek, mert jönni kell. Mert jön a kör. Hú, bazd meg. Hú, itt ez tényleg semmi nincs. Balra is lehetnek, jobbra is lehetnek. Nem látok izéval semmit. Két bittel én sem. Miért nem ugrik be? Egy down. Ott volt benne másik. Ott volt benne másik. Állj, pajzsolok. Hú, bejebb kell mennünk. Tört. Ott volt benne csávó, tört. Kopdál most. Ó, basszus. Ne! Miért váltott fegyvert? Ez mi volt ez? Ez mi volt? Láttad? Aha. Mi az, hogy nyomom a gombot, a lövést és fegyvert vált? Ez mi? Nem fogytál ki? Hát nem néztem igazából, de... A faszom se tudja, bassza meg az anyját. Nem tudom. Hát ha nézem, akkor egyből már sniperrel megyek rá, vagy pisztoly. Nem, pisztoly ilyenkor nincs. Na, ha most nem fogyok ki, rohadjon meg a kurva anyja. Kapták volna, de kétszer megtörtem a buzi csávót ott benne, hogy nem döglött volna meg, bazd meg. Istenem. Jaj, pedig kurva jó lett volna. Jaj, ilyenkor nem érdemes, ketten vannak ott, úgyhogy... Azt hittem, én is azért vártam ki. Amúgy... Nem, a másikat jelöltem, hogy ott törtem, tudod. Ja, de akkor a ghostot azt hogy szerzed meg? Vagy azzal mi van? Ha ja, lehet, hogy kifogyott, nem néztem én sem, majd visszanézem. Na, úgy kell csinálni, hogy kell csinálnod egy ghostos loadoutot, meg egy sima loadoutot, amiben két AR van. A ghostos loadouttal csak egy pisztolyt, meg egy AR-t, vagy egy pisztolyt és egy snipert, ilyeneket tudsz használni. Mert pont igen, az overkill-nél van a ghost. Na először kiveszed a pisztolyt meg a snipert, leívtok egy loadoutot és kiveszed az AR-es loadoutot, ami neked kell. És akkor megvan a ghostod is. Ja, értem. Tehát csak akkor kapod meg a ghostot, hogyha ghostos loadoutot veszel ki. Azért igen, kell két igen, loadout. Igen. Egyszer a ghostos... Egyszer a... Alapból... Igen? Alapból az volt, mert rakétavetővel ugye ben volt a ghostos loadout. Na, akkor az úgy jó. Na nekem úgy van, hogy AR sniper, jaj, de viszont oda nem tudok ghostot rakni, ezért kivettem először a ghostot a pisztollyal, nem, SMG-vel, meg a Jokerrel, mert abban van benne izé, a ghost, és utána kivettem a rendes loadoutomat, amíg a kezemben van most is, meg a hátamon, a sniper, meg a izé. Na, viszont nekem egyelőre mára ennyi. Jó van. Viszont ez az utolsó kör, ez legalább már jó volt. Valamiért akkor a hangod, nem hallak. Szerintem kiléptem azért. Jó van. Na jó van, akkor köszi, Ali. Ciao, ciao. Na, végre.
Végre egy jó kör. 6 kill. Alakul ez. Mondjuk lehetett volna jobb is, de ha már így alakult, akkor így alakult. Viszont Facebookra tudtam csak kiírni. A sorsolás, lehet, hogy csinálok egy panelt majd a Twitch videók alá. Péntekre terveztem be, 17 órára. Elvileg akkor, ha minden jól megy, akkor legtöbben itt tudtok lenni. Ja, úgyhogy hát érdekes volt az első két kör, hogy tényleg senkit nem találtam el egyszerűen, nem tudtam még törni sem. Aztán visszaállítottam a lapra minden beállítást, most érdekes mód 6-6 kill, tehát brutál mód jól mentünk. Most is törtem még másodszorra is a csávót, pedig csak a feje volt kint. Tehát érdekes, a másikban meg egy tárat belelőttem, négyszer eltaláltam, és nem tört még a pajzsa sem, tehát nem értem. Mindenesetre most végre már jó volt ez a kör. Na, köszi szépen a figyelmet, srácok. Holnap találkozunk. Holnap már, ha minden jól megy, kicsit korábban. Olyan 3:30 fele már leszek. Hogy mi lesz, azt nem tudom. De lesz Resident Evil Revelation 2 végigjátszás. Azt öcsémmel fogjuk végigjátszani co-op-ba, split screenbe. Úgyhogy nem lesz rossz. Elvileg élvezhető lesz úgy, úgyhogy meglátjuk. Azt remélem tetszeni fog az is nektek, srácok. Fiúk, lányok. Úgyhogy, ja. Köszi szépen a figyelmet. Köszi. Köszönöm a csillagokat még egyszer. Gábor Milonnak. Köszi. Aztán nyereményjátékra lehet jelentkezni mindenkinek. Nyomjátok, srácok. Aztán van még egy pár játékom, ilyen kis minigagyi játékok, de most én nem aktiválom be. Hát, hogyha valakinek egyszer jól jön. Kis unalmas időkbe, vagy ilyesmi. Majd azt ki fogom sorsolni még. Ilyen 1-2 dolláros kis vizék, szarok. Én ingyen kaptam, de most azért nem aktiválom be, hogy meglegyen. Inkább kiosztom nektek, hát hogyha valakinek megtetszik. Ilyen kis platformer játékok, vagy kis 2D-s, kis lövöldözős, kis ez az amaz. Ja, úgyhogy köszi szépen a figyelmet. Köszi. Szép estét és délután mindenkinek. Holnap találkozunk. Köszi szépen a figyelmet még egyszer. Köszi. Sziasztok!